Magyarországon szombaton hivatalosan is megkezdődött a kampányidőszak. A parlamenti választást április 3-án tartják, ezzel egy időben népszavazás is lesz. A törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon indul, és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart. A választópolgárok egyéni választókerületi képviselőjelölteket ajánlhatnak a parlamenti választásra. Szombaton a képviselőjelöltek már átvehették az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól, és ezeken az íveken gyűjthetik a polgárok ajánlásait. Egy személy több jelöltet is támogathat. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke évértékelő beszédében Budapesten, a Várkert bazárban a választásokról is szólt. Arra kérem önöket, hogy a választás napján jusson eszükbe, hogy a baloldal nem szavazta meg a védekezés alapjául szolgáló koronavírus törvényt. Nem szavazta meg a hitelmoratóriumot. Nem szavazta meg a minimálbéremelést. Nem szavazta meg a családi adóvisszatérítést. Nem szavazta meg a 25 év alattiak adómentességét. És nem szavazta meg az adócsökkentéseket sem. Remélem, a választáson meg majd a választók nem szavazzák meg őket. Elsőként a Fidesz jelöltjei gyűjtötték össze a 106 egyéni választókerületben az induláshoz szükséges ajánlásokat. Ez az ellenzéki képviselőjelölteknek is sikerült. A törvény szerint egyébként 500 érvényes aláírás elegendő a képviselőjelöltek nyilvántartásba vételéhez. Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje egy kampányrendezvényen egyebek között a következőket mondta a programjuk egyes részeiről. Megvan az a program, egy nagyon komoly szakértői csapat, amelynek Fazekas Attila éppenséggel a nemzet politikáért, nemzet stratégiáért felelős tagja. Megvan az a szakértői csapat, amely felelős ígéreteket tesz csak, kidolgozta mindannak a pénzügyi fedezetét is, amit ígértünk. Az euró bevezetése 5 éven belül, az elszámoltatás, a csatlakozás az Európai Ügyészséghez. Pár óra alatt mind a 32 DK-s közös ellenzéki jelölt összegyűjtötte az induláshoz szükséges ajánlásokat, jelentette meg közösségi oldalán Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője. Az egész országból azt jelentik, hogy az emberek sorba állnak az aláírópult előtt, elkezdődött a kormányváltás utolsó szakasza. A mandiner.hu felkérésére a Real PR 93 nevű cég által február 2. hetében elvégzett közvéleménykutatás szerint egyébként vezet a Fidesz-KDNP, az ellenzék pedig jelentősen lemaradt a kampány kezdetén. A vasárnap közzétett adatok szerint a kormánypártokra a biztos szavazó pártválasztók 54%-a adná a voksát, az ellenzék közös listájára pedig 41%. Hozzátették, a kormánypártok támogatottsága nem változott december óta, az ellenzékre ugyanakkor most 4%-ponttal kevesebben szavaznának. Kitértek arra is, hogy a kisebb pártok együttes eredménye 1%-ról 5%-ra nőtt december óta, a magyar kétfarkú kutyapárt és a Mi Hazánk mozgalom 2, illetve 3%-on áll jelenleg.